A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a méz, vendégem pedig természetesen Kis Norbert, a Méhészek Fejér megyei Egyesületének elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, Lajos. No, hát összegeznünk kéne, hiszen jön már az év vége, ilyen értelemben a méhész társadalom is nyugalomra vonul a méhekkel együtt. És hát beszélnünk kell az idei esztendőről, hiszen ez megint furcsa év volt. Ugye a Covid, a koronavírus járványokán is szó esett arról, hogy kicsit más volt az év, most viszont a nyári asszály, a háború okozta, a gazdasági nehézségek is alaposan megnehezítették a méhésztársadalom dolgát. Kezdjük talán az asszállyal. Ugye azt tudjuk és olvashattuk a hírekben, hogy a Dunától keletre, tehát a Dunántúl másik oldalán, mint egy felét tudták csak a mézmennyiségnek, az eddig megszokott mézmennyiségnek előállítani a méhészek. Beszéljünk erről, mert ezért az meghatározza az egész piacot ilyen értelemben. Az ő tevékenységüket mindenképpen. Ugye azt mondják, hogy repce és akászméz még valamennyire lett, de a többi nem nagyon. Mi lehetett ennek az oka, hogy az olajretek, a hárs és a napraforgó Békés és ezen a tájékon, Bácskiskunban elmaradt a várakozástól? Hát ugye alapból is egy melegebb éghajlatú megyéknek számítanak, és sajnos az idei asszály az azt a részt jobban sújtotta, mint a Dunántúli részt. És ugye hát a napraforgó ugye Békésben, például ugye a legjobban mézelő napraforgók ugye Békés megyében vannak, és idén pedig a térdünket se érte el a napraforgó, mert egyszerűen kisült az egész, ami megmaradt, azt betárcsázták, a termésük nem lett a gazdáknak se róla, úgyhogy így igazából nekünk méhészeknek se lett azon a részen semmi sajnos. A hárs is ugye nagyon szeszélyes virág, az is nagyon érzékeny a szárazságra, a melegre, pillanatok alatt le tud égni a virág, úgyhogy sajnos az is leégett az időnek köszönhetően. És ugye az akác az még egy viszonylag csapadékosabb időszak volt, de utána sajnos elvágták az egészet. Igen, és ez rányomja a bélyegét a vegyes virágmézre is, hiszen a napraforgó az alapja a vegyes virágméznek. Igen, igen, igen. Is, tehát akkor az sincs. Tehát ilyen értelemben kétarcú lett, mert hogy Dunántúl nekünk, meg ha minden nem is, de azért ez viszonylag jó év. Igen, igen, egy elviselhető évünk lett Dunántúl erre. Annyira nem lett azért csúcs termésünk, de az utolsó 3-4 év akászterméséhez viszonyítva nagyon szép termésünk lett, minőségre is, mennyiségre is. Nem is emlékszem, mikor pörgettem ennyire átlátszó tiszta akászmézet itt ezen a részen, ugye ezen a részen nem szokott annyira, vagy az olajfűz, vagy valamit bele szoktak hordani. Idén teljesen külön virágzott az egész, és olyan sűrűnek tartottak hordani, hogy alig kellett érleniük a méheknek. És ez mennyiségben mit jelentett? Nagyjából ilyen 18 és valakinek 35 kilós mennyiség is lehetett kaptáranként, attól függ ugye, hogy hány akácra vándorolt, ugye általában 1-2-3 akác virágzás szokott lenni, lent a déli megyékben az első virágzás, itt a Fejér megye részen a második virágzás szokott lenni, és akkor fönt északabbra Bakony, meg ezen a részen pedig harmadik virágzás szokott lenni, ugye ezek általában ilyen 4-5 nap eltéréssel vannak, úgymond ezek a virágzások. Tehát a vándorlás rendkívül fontos, aki Igen. ezt nem tudta megvalósítani. Miért fontos a vándorlás azon felül, hogy mindig új területek jutnak a méheknek is? Fontos ugye a mélegelőnek a változtatása is, hogy ugye ne legyen az az egysikú rész, hogy a repce, akác, talán hárs és a napraforgó. Ugye ezeken kívül a megyénkben nem sok minden van. Veszprém megyében a facélia jelentősebb, most már hálaiknek jobban figyelnek rá. Győr-Moson-Sopron megyében is a bíborhere és a facélia. Úgyhogy ezekre a részekre szoktunk vándorolni. Tehát ez még tulajdonképpen egy méhész számára kötelezettség. Úgymond, igen. Ha azt szeretné, hogy megfelelő mennyiségű méze legyen, akkor ez elkerülhetetlen.
Mi akadályozta meg, mert azért nagyon sokan nem tudnak vándoroltatni? Hát ugye az idei üzemanyagárak azok azért jelentősek, ugye a nekünk őstermelőknek ugye nincsen se áfa visszatérítés, semmi ilyesmiben nem vagyunk benne, nem vagyunk rá jogosultak, úgyhogy mi teljes áron tankolunk. Ugye, hogyha kérünk számlát az őstermelőség miatt a tankolásról, akkor egyből teljes áras üzemanyagot kell fizetnünk, hogyha ugye nem kérünk, akkor pedig nincsen költségelszámolásunk. Úgyhogy ez egy ilyen, most melyik tehát kezünkbe haratunk. Tehát vagy 400 forint, vagy 670, de ha 670, hát, akkor... Vagy a 800, mert ugye 800 általában dízelekkel szoktunk vándorolni, úgyhogy... És aki nem teheti meg, hogy vándorol, az nyilvánvaló, hogy nagyon sokat veszít. Igen, 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 igen. Ez mennyi körülbelül a veszteség, aki a vándoroltatást nem hozza? Hát a fele mennyiség az biztos. Fajta mézben is, ugye fajtában is kevesebb, akkor limitáltabb, ugye, ami itt a megyében van, és ugye mennyiségben is. Ugye, hogyha valaki csak egy akácon maradt a megyében, akkor annak olyan 18 kiló körül volt az akácméze családonként. Ha pedig ugye vándorolt délre, északra, akkor ugye a 35-40 kilót is ugye összesen meg tudták hozni a méhek. Tehát ez volt az energiaárak emelkedése, ami meghatározta. A másik pedig, hogy a nyersanyagárak. Tehát a nyersanyagárak, itt elsősorban a cukor, az megdrágult jelentősen, és ráadásul nehéz ilyen értelemben hozzájutni. Mit tett a méhész, hiszen azért télen élelempótlás költségként ez jelentkezik esztendőről esztendőre? Igen, ugye a cukor az ugye a hatósági áras, de ugye az a kilós cukorra vonatkozik, ugye a zsákos cukor az teljes áras, és ugye az már április környékén 500 forint körül volt a zsákos cukornak kilója, ugye azóta az is emelkedett még jócskán. Én biós vagyok, úgyhogy én cukrot ugye nem használok, de most már egyre többen átállnak arra, mint mi biósok, hogy benhagyják azt a mézmennyiséget a fészek részen, és akkor ugye nem kell nekik rá segíteni, hanem akkor az a mézmennyiség, akkor az nekik elég egész évre, illetve a beteleléshez is akkor megmarad nekik. Egyébként mennyire terjedt el a bioméz előállítás Magyarországon? Az utóbbi években nőttünk szépen, bioméhészek. Egyre többen vannak úgy vele, hogy kapnak elég vegyszert kívülről is a méhek, fölösleges még bevinni nekik pluszba. És egyre többen fordítunk ilyenfajta figyelmet. Tehát a méhekre. Tehát ez Fejér megyére vonatkozik általában? Országosan is. Országosan is? Igen, igen, igen. Ez mennyivel növeli meg a minőséget? Határozottan. Ugye egyrészt a cukornélküliség, meg egyrészt ugye a vegyszermentesség is. Ugye minket évente ellenőriznek, a mézet, a viaszt, stb. Stb. Mindenből mintát vesznek. 23 féle dokumentumot kell vezetnünk, itt ugye az a lényeg, hogy a nyomon követhetőség meg legyen, hogy mikor mit csinálunk a méhekkel. És ugye ez mennyiségben nem látszik a mézen, de ugye minőségben határozottan más a minősége a kétfajta méznek. A nagybani piac hogy mozdult a mostani válságos helyzetben? Teljesen megálltunk. Ez mit jelent a méhészek számára? Ez nyilvánvaló, hogy ugye tárolási kapacitást meg kell növelni mindenképpen, korán sem mindegy, hogy milyen minőségű az a méz akkor, majd erről beszélünk később, hogy lehet ezt tárolni, de minek köszönhető ez? Hogy a nagybani piac nem foglalkozik ezzel? Valószínű a háború okozta a helyzet is, ugye, hogy az ukrán mézet előtérbe helyezték, már amennyi ugye maradt belőle, ami onnan jön, azért nem minden ukrán méz, hanem kerülő úton ugye más helyekről is a Ukrajnán keresztül jönnek be mézek most, mert ha jól néztem a legutolsó júliusi árakat, az ilyen világpiaci árakat, 1,6 euró volt a kínai méznek a felvásárlási ára, ez a vegyes méz ára. Az ukrán méznek annak pedig 2,57 euró volt a júliusi felvásárlási ára, és ez ugye rányomta a bélyegét ugye a mi vegyes mézünkre is, illetve ezáltal ugye az akácunkra, a repcére. A repcét azt még vették a felvásárlók, akácból pedig ugye nem tudjuk, hogy honnan tárasztak be olyan mennyiséget, de azt mondják, hogy tele a raktáruk akácmézzel, és nem vesznek akácot se, vegyes mézet se vesznek. Most a legutolsó ár, az például 1050 forintot hallottam vegyes mézes kilós felvásárlási árat. Ha már itt tartunk, akkor egy kicsit a kínai hamisított méz elterjedt meglehetősen. Az elmúlt időszakban
sajnos Magyarországon is erről is kell, hogy szó essék, hiszen egy neves méhész nem nevesítjük most pontosan, de én azt hiszem, hogy jogos felháborodást fogadta a méhésztársadalom részéről, hogy hamis mézetket árul, de most egy kicsit előbb a kínairól beszéljünk, hiszen gyakorta megjelent az üzletek polcain az elmúlt időszakban, és a tiltásnak, ha úgy tetszik, nem lett foganatja. Hát nem, mert ugye olyan összegű volt a bírság, most egy ilyen 3 millió forintos bírság annak a palackozónak zsebből kifizeti valószínűleg, meg se kottyan neki ez a fajta bírság, hiszen ugye akkora mennyiséget árul itthonra is és külföldre is, hogy röhögve kifizeti ezt a bírságot, és ugye üzembezárás pedig azért nem lehetséges, mert ugye nem csak egyfajta mézet palackoz, amelyikkel megbukott, hanem többfajta mézet, és ugye ezáltal akkor nem lehet egy teljes üzemet bezáratni, hanem ugye csak azt a fajta mézet vették le a polcokról. Mi különbözteti meg a kínai mézet, most még maradjunk a kínai méznél, a hiteles, hivatalos magyar kiváló minőségű méztől, vagy általában a kiváló minőségű méztől? Hát ugye annyi mindenen megy át az a kínai méz, a készítmény, inkább mondjuk úgy, gyantaszűréstől kezdve nagyon sok mindenen megy át, ugye így akkor nem is lehet a nyomon követni, hogy honnan származik az a méz, mert ugye a virágpor összetétel alapján ugye meg lehet mondani, hogy melyik ország milyen éghajlatról származik egy méz, de ugye a gyantaszűrésnek köszönhetően például ugye ez a nyomon követés megszűnik alapból, és ugye azok az enzimek, meg minden, amit a méhek beletesznek, az nincsen jelen azokban a mézekben. Úgyhogy igazából csak édesítőszer. Igen, hát azért ezt észleljük. Viszont menjünk akkor Ukrajnába. Nagyon sajnáljuk, nyilván a háború megviseli az ukrán méhészeket, és általában az egész ukrán társadalmat, de azzal, hogy az Unió szabad piacot engedélyezett az ukrán méznek, az azt hiszem, hogy valamennyi méztermelőnek itt a Kárpát-medencében óriási kárt okozott. Igen, igen, a környékbeli országoknak is, Szerbiának is, Horvátországnak is, Felvidék is, mindenhonnan azokat az infokat kapjuk, ugye az országos újságban is vannak minden hónapban cikkek, a külföldi országokról, a környező országokról, és hogy ott is áll a felvásárlás. Szóval ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem ez régió szinten, kelet-európai szinten teljesen megállt minden felvásárlás. Tehát ilyenkor mit lehet a felvásárokkal tenni, hiszen nyilvánvaló, hogy nekik is érdekük, hogy olcsón vásároljanak jó minőséget, ugyanakkor hát értelemszerűen a szerződések pedig arra valók, hogy azt betartsák. Igen, és ez most már átbillent abba, hogy olcsón vásároljanak. Most már a jó minőség az annyira nem fontos, ugye nyilván azért nem veszik a mézünket, és nagyon sok a kínai mézimport, illetve most már folyamatosan megint erősödik az argentin méznek az importja is. Ez már 15 évvel ezelőtt is gond volt, az argentin méznek az importja, ugye nagyon nyomott áron jött be, és ott is azért volt gond a minőséggel, de ez most megint úgy látszik, hogy nő ez a szám. Ugye Németország, Franciaország, ezeken a részeken nagyon sok az argentin mézimport. Tehát a felvásárlók figyelnek, nagy mennyiséget nem vásárolnak, függetlenül attól, hogy azért majd jön karácsony, erről majd külön beszélünk. Viszont az amerikai mézről is kéne szó essék, hiszen olvastam egy rendkívül érdekes tudósítást, miszerint már nem a méhek porozzák a növényeket, különböző növényeket. Mert hogy lehet így eddig eljutni? Hát ez a fajta, vagyis a növénynek is, a növénykultúrának is az egyhangúsága. Ugye ott például nagyon sok ez a mandula ültetvény, és ugye ott igazából csak virágport vagy beporzást a hasznuk a méheknek, de ugye onnan nektárt meg ilyeneket nem gyűjtenek a méhek, és egyszerűen elkopnak a mandula ültetvényeken például. És egy Kalifornia szerte például szinte minden már mandula ültetvény, ugye ezeknek a növényi tejeknek hála, és ugye ez miatt jutottunk el oda, hogy akkor ugye folyamatosan kopnak a méhek, és akkor ugye ilyen gépi kézi megporzásra kényszerültek, mint Kína. Ebben a helyzetben rendkívül fontos, hogy különböző akciókat szervezenek, ezzel Fejér megyében, és itt Fejérváron sincs probléma. Én azt hiszem, hogy a Méhészek Egyesülete remek dolgokat kínált eddig is. Ez folytatható? Bízunk benne, igen, ugye a lovagrendünkkel is ugye igyekszünk mindig ismertetni
idősek otthonában, óvodákban, iskolákban. Most lesz ugye nem sokára a mézes reggeli program, és akkor ugye próbálunk ismertetni fajta mézeket. Nagyon sok kisgyerek van, aki még nem is evett mézet, és akkor ugye így akkor elvisszük az iskolákba, óvodákba. Igen, és ebben segít az Agrárkamara is, hála Istennek, mert ez így van. A szaktárcától milyen intézkedéseket várnak? Egyáltalán foglalkozik a szaktárca ezzel a kérdéskörrel? Hát próbálnak, de ugye nem tudnak ugye az ismertetésre gondolsz? Vagy az ismertetésre is, ez az egyik oldal, a másik oldal pedig a nehéz helyzetbe került méhészeket valamilyen formában megsegíteni. Hát volt egy ilyen állatjóléti támogatásra lehetőség, ugye aki igényelte, akkor az ugye 3 évig kapta azt a fix pénzt, arról ugye már egyszer beszéltünk. Ott a 7500 méhészből, amire számítottak, körülbelül annyira lett volna elég az az összeg, ami félre lett téve, abból olyan 4300 méhész körül volt, aki igényelte azt a támogatást. Ugye ezzel próbáltak segíteni, illetve hát ugye folyamatosan ugye az Országos Egyesület is folyamatos kisfilmeket készít. Most például kijött egy új évszakos film, ugye a méhész munkájáról, ugye megismertetni nem csak a mézet, hanem a méhész munkáját is fontos az emberekkel. Bros Péterrel erről, amikor itt volt Székesfehérváron az országos elnökkel beszéltünk, azt mondja, hogy nem állnak meg, viszont nincsenek illúziói sem. Tehát maga az Országos Egyesület ezentúl mit tud tenni a méhészekért? Hát most már ugye szakmaközi szervezet lettünk, és ezáltal ugye, ami olyan döntés, ami érinthet minket a termőföldeken keresztül, ugye ilyesmiken keresztül, akkor ugye muszáj megkérdezni most már az Országos Egyesületet, és itt például ugye az elnapló is ugye fontos szempont, ugye amit most ismét eltoltak, ugye január 1-jel lett volna bevezetve az elnapló, de ugye most eltolták július 1-re, ha jól emlékszem, és ugye csökkentett, korlátozott lett a hatása az elnaplónak, és ugye ilyenekben fontos, hogy ugye az Országos Egyesület is lépjen. Jön a karácsony, tehát ilyenkor azért nő az érdeklődés a méz iránt, ez valós? Igen. Hálainknak nem vettük észre azt, hogy most csökkenne még egyelőre a mézeladásnak a mennyisége, az üvegezett mennyiség. Egyre többen fordulnak ugye a természetes dolgok felé, és ugye most már igyekeznek nem valami 20. nyakkendőt vagy ilyesmit vásárolni, hanem ugye igyekeznek akkor ehető és értelmes ajándékot keresni karácsonyra például, és úgy veszük észre, hogy fordulnak az emberek a helyi normális minőségű termékek felé. Az ár tudja követni az inflációt, a megjelent inflációt? Várhatóan majd most emelkedni fog a mézára az üvegezett ár is, mert ugye olyan kiadásaink lettek, illetve az üveg az például eddig támogatott volt nekünk méhészeknek, a dombornyomott onmés üveg, az várhatóan január 1-től nem biztos, hogy lesz rá támogatási lehetőség, úgyhogy így akkor az üveg ár is, ugye, meg a tetők is nagyon-nagyon elszálltak. Míg januárban körülbelül ilyen 20 forint körül tudtunk megvenni egy üvegtetőt, az most 45 forint. Majd úgyhogy több, mint nagyon elszálltak az árak. Tehát nyilvánvaló, hogy azért nem lehet a méz ára a duplája, mert persze. Az megviseli a keresletet is, meg csökkenteni fogja. Ugyanakkor az eltarthatóságról még kell, hogy szó essék, hiszen elvileg mi azt gondoljuk, hogy a méz az eltartható. Holott azért nagyon is jól tudjuk, hogy kristályosodik, és akkor utána újra cseppfolyossá kell tenni. Ezzel mi a helyzet? Attól ugye, hogy bekristályosodik, attól ugye még a beltartalma nem változik a méznek. Ugye az enzimek azok nagyon hosszú évek alatt csökkennek benne, ugye megvannak a különböző időszakok, hogy melyiknek mennyi idő általában, amíg kiürül úgymond a mézből. De hát ezek hosszú évek, úgyhogy ha be is kristályosodik, mondjuk a hárs is elég gyorsan kristályosodó, főleg az idei. A vegyes méz is idén úgy látom az üvegekben, hogy hamarabb kristályosodik igazából. Ettől ugye nincsen semmi baj a méznek, szerintem még könnyebben is kezelhető, hiszen nem folyik le a kenyérről. De egy ilyen 40 fokos sütőben az a legegyszerűbb, hogyha oda bepakoljuk,
és körülbelül egy-két óra alatt ugyanúgy cseppfolyós lesz. És nagy mennyiségben, tehát a Hordóban, azzal mit lehet kezdeni? A Hordóban pedig vannak különböző most már ilyen köpenyes melegítők, amik mind az ülésfűtésnek a betétje olyasmivel van fölmelegítve, az körülbelül egy nap mire az kimelegíti, meg különböző ilyen merülő forralók, úgymond, ugye, de visszakapcsolva ugye 40 fok környékére, az például átmelegíti az egész Hordót, és akkor ugye így tudjuk szűrni utána. Tehát most pihen a méh, pihen a méhész, ilyenkor mi történik? Most már ugye állunk neki átnézni a műhely munkarészt, ugye kitakarítani a műhelyeket, átnézni, hogy mikre van szükség. Igyekszünk nem a legvégére hagyni jövőre, február-márciusban ugye a kapkodással. Én például most a kereteknek állok neki majd kivagdosni a régi öreg kereteket, és ugye besütni az új műlépeket. Ezzel tudok előre készülni a jövő évre, hogy akkor már ne akkor kelljen kapkodnom. És ugye az üvegezés most ilyenkor ugye az értékesítés része van. A méhek pedig pihennek. Így van. No, hát én is akkor jó pihenést és jó munkát kívánok. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen jön az édes, szép karácsony mézzel lehetőleg. Igen, tehát sok-sok akkor... mézes sütemény. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Kedves nézőink, önöknek pedig szép mézes karácsonyt kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.